Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki megjelent a mai napon a Dunrádi Rétközi Hagyományőrző Csűrdöngölő Egyesület második támogatói báján. És a protokolltól eltérően, mert mi eltérőek vagyunk mindenféle téren, azt kérném, hogy a 18 éven felüliek ragadjanak meg egy poharat. Nagyon jó, ott már megy. És legyen is benne valami, gyorsan töltsenek bele egy kicsit. Ez már, mintha lassabban menne egy picit. Úgy látom, most már alakul. És azt szeretném kérni, hogy emelje a poharát a magasba. Egy ilyen tiszteletben jelképes kis pohár köszöntőként. Isten áldja meg azokat, akik megtiszteltek a mai napon minket azzal, hogy eljöttek, és szeretnének egy nagyon jót mulatni, és a néptánc hagyományokat tovább ápolni és örökíteni. Egy nagy kocintás, és egészségünkre. Így van, Patrikom? Majd utána engedjük el magunkat, és mi majd a közönségre fogunk egyet nagyon nagyot köszönteni. És akkor most nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk öreinkbe Kozmáné Kassa Veronika polgármester asszonyunkat, Dobrád város polgármesterünk. Gombos Attila János alpolgármester urat. Gombos Csaba képviselő urat, Zapor Ildikó Gégén polgármester asszonyát, Andró Károly képviselő urat, Nyíregyházi képviselő urat és igazgató, Andónék Újbus Nórát, a Frides Alapú Művészeti Iskola igazgató urat, Kacsányi Benice Hajnalkát, a Biborka Lapokú Művészeti Iskola igazgatóját. És nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki Nyíregyházáról vagy más településről meglátogatott minket, és a dobrádiakat. Itt kell elmondanom, mert csak ilyenkor tudjuk megköszönni, mi hagyományőrzők és népi hagyományokat ápolók, hogy nem lenne ez a mai nap sem, és mi sem lennénk, ha nem lennének támogatóink. Az előbb a protokollális felsorolás volt, de azokat, akiket az előbb megneveztem, Andónék Újbus Nóra, Gacsányné Verice Hajnalka, Zapor Ildikó, Kozmáné Kassa Veronika polgármesterasszony, Gombos Csaba, Gombos Attila János alpolgármester úr különösen szívügyének tekinti a mi hagyományőrző csoportunknak és a Gégényi hagyományőrző csoportnak a létrejöttét és támogatását, amiért egy nagy-nagy nap szintén jár neki. És most már nem szeretném tovább húzni a szót, így van, Patrikom, mert már izgatottam. Így van, már mindenki nagyon izgatott. Úgyhogy most elsőként beszeretném konferálni az egyik kis szerepünket, Hoksz Attilát, aki a Felszállott a Pába tehetségkutató verseny döntőjébe került, és a legígéretesebb táncos is a közönség díjat elhozta, és most már milliómos, kétszeresen is, és a leggazdagabb, hogy egy tehetséget jelent. És mivel mással nem léphette színpadra, mint a nagyecsedi verbunkjával, amiben bejutott a középdöntőbe, és amiben maximális pontszámot kapott. Tehát következik Hoksz Attila nagyecsedi verbunkja. Verbunk!
És itt tisztességesen mondanom, hogy Andornék Újbus Nóra, a Fidesz Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója nőinek nagy-nagy szerepe volt, és a továbbiakban is mentoráljuk együtt ezt a gyermeket. De most egy nagy-nagy örömhírt szeretnék megosztani mindenkivel, ugyanis fent voltunk a Jó Nap Lenni Jóban, így van Attilám. Kivel volt interjúd? Borbás Marcsi. Borbás Marcsival, aki most gasztroangyalként fog lejönni hozzánk, és ő akkor megígérte Attilának, hogy ha nyer abba a Talpon Maradj című vetélkedőn pénzt, akkor ő bizony fog neki belőle adni. És eljött az a pillanat, amikor jött a váróvá telefon, hogy az ígéretét bizony be is tartja Borbás Marcsi, és hétfőn le is érkezik ide Dombrádra, és személyesen fogja átadni az 500 ezer forintot Attilának. De hát majd fogjuk látni, hogy Attila egy univerzális kiselverke, úgyhogy minden településen megmutatja magát. Úgyhogy most fáradj vissza Attilám, mert most következik a Gégényi.